A felnőtt bajnokság mellett a korosztályos bajnokságok is hamarosan elkezdődnek, így a nyíregyházi kosárcsúli csapatai is minden alkalmat megragadnak arra, hogy felkészülési meccseket játszanak. Az NKS az elmúlt hétvégén két gárdával képviseltette magát egy öt csapatot felvonultató kassai tornán. Az előző évekhez képest kicsit gyengébb volt a mezőny, ami a Serdülő A csapatunk nem igazán volt szerencsés, hogy minden meccseket ilyen 30-40-50 ponttal nyerték. Nem baj, tehát arra jó volt, hogy lássuk, hogy melyik szinten kell még fejlődni, mi az, amiben még nem vagyunk maradva, hol kell még javítanunk, hogy a bajnoki szezont elkezdjük, hogy akkor ezek a hibák azok már ne legyenek meg esetleg a mérkőzéseken. A Serdülő B csapatunknak ez egy tökéletesen jó felkészülési torna volt, hogy ugye nekik azért kőkeményen kellett küzdeni, gyakoroltuk a védekezést, a támadást, tehát nekik volt is igazából jó ez a torna. Hát itt az A csapatunk megnyerte, a B csapatunk az második helyen végzett, hát a másik három csapatot megelőzvén. Vasárnapra kijöttek még a picik, a gyerek és a tini korosztályunk. Ugye szeretjük volna, hogy ők is itt mielőtt a bajnoki szezon elkezdődik, ők is játszanak mérkőzéseket, így őket is kivittük egy másik tornaterembe, ahol játszottunk. Megmondom őszintén, az is nagyon vicces volt, mert a két mérkőzésen kaptunk összesen 8 pontot. Tehát most ez vagy azt igazolja, hogy jól dolgozunk, vagy az, hogy azért a szlovák bajnokság ebben a korosztályban még azért nem olyan erős, mint amit ez a későbbiekben majd alakulni fog. Az NKS felnőtt csapata is pályára lépett Kassán, ahol az ellenfél nem igazán készítette nagy erőbedobásra a nyíregyháziakat. Ez a csapat, aki ellen mi játszottunk, ez szintén a másodvonalban játszik, tehát nekik is van extra ligájuk, meg ők ilyen első ligának hívják ezt a bajnokságot, körülbelül ugyanaz, mint nálunk ugye az NB1-B-s bajnokság. Hát az igazság, hogy kemények voltak, agresszívak voltak, gyorsak voltak, de mi még gyorsabbak, még pontosabbak voltunk. Ugye ezt a mérkőzést ugye az itthoni, az hasonlóan megint nyertük egy ilyen 60 ponttal. Tehát és igazából nagyon nehéz eldönteni, hogy valóban mi vagyunk ennyire nagyon gyorsak, lendületesek, vagy esetleg nem sikerült olyan kemény ellenfeleket találnunk itt a felkészülés során, ami valóban megállította volna a csapatot. A felnőtt amatőr nemzeti bajnokság október 3-án kezdődik, addig a nyíregyháziak a tervek szerint főpróbaként még pályára lépnek a szatmárnémeti csapata ellen.